a tartalmas hétvége. First Class arcok. Csak slágerek, Klassz FM a rádió. Jó reggelt kívánok a koránkelő Klassz FM hallgatóknak, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a Pille formáció, vagy együttes két tagját. Jól mondom, hogy formáció, vagy együttes, nem akarok megsérteni, és egy zenekar. Zenekar. Mondhatjuk zenekar. Mondhatjuk persze. Zenekarnak, rendben van. Hosszú Attila. Igen. Menedzser. Frontember vagy? Elég tág felfogásban értelmezzük ezeket, úgyhogy mondhatni menedzser, frontember. Mondhatni. Producer. Igen, most már úgy van, hogy minden zenekarban mindenkinek mindent kell csinálnia. Gyakorlatilag ahhoz, igen, ezért nem is akartam itt pozíciókat megszabni. Szakács is leszel innentől. És Fodor Dávid az, aki belekotyog folyamatosan, de hát ezért vagytok itt mind a kettő, hogy beszéljetek. Gitáros társproducer? Társproducer, hangszerek, meg hangtechnika, minden, ami felvétel, keverés, mastering, ilyenek. Filmzenét is készültök most készíteni Eszterrel közösen. Erről meséljetek egy picit. Eszter kapott egy felkérést, ha jól tudom, e-mailben. Megkereste őt Százados Miklós, a Tüke Fenoménnak a rendezője. Hogy, mert ők ugye mind a ketten pécsiek. Vagy pécsiek. Ugye? Pécsiek, tehát innét igen, is a kapcsolat van, talán? Van pécsi kapcsolódásuk. A készülő filmjéhez egy témát szeretne, így megkért az ismerősöket. És hát az Eszter aztán így átküldte nekem az ő ötletét, ez a levéllel egybekötve olyan május végén. Tehát az végül is egész hamar egész elkészült, gyors. Ugye? Milyen gyorsak is tudunk lenni. Átküldte május végén, én meg mivel éppen otthon voltam, gyorsan összedobtam neki egy ötletet rá, és ő visszaküldte ezt az ötletet az ő saját dalával együtt Mikinek, filmrendezőnek, és Miki meg így bólintott rá, hogy hú, hát mind a kettő nagyon tetszik, neki csináljuk meg mind a kettőt. Jó, oké, rendben. És így gyakorlatilag két verzió lett a dalból, Eszter saját verziója és a mi verziónk. Végül a mi verziónk lesz, úgy hírlik a fő címzenő, és hát nem is tudom, így a címzenéje a filmnek, vagy betétdala, hát ezt majd a Miki elmondja pontosan, hogy minek szánja a filmbe. Konkrét szerkezetben igazán nincs. A Pillével beszélgetek, azaz Hosszú Attilával és Fodor Dáviddal, illetve Takács Esztert is meg kell említeni még a produkció kapcsán, aki egyelőre még, vagy hát még nem derült ki egészen konkrétan a válasz, de hogy a fiúkkal tart még jó darabig. 061-555-5500 a telefonszám, 0676-4500-000. Ide lehet küldeni az SMS-eket, illetve a klasszfm.hu internetes oldalon keresztül, meg a Facebookon keresztül is tudunk egymással beszélgetni. Azt tudjátok már, hogy a Lámpagyújtogatok című film mikor lesz meg? Ezt a Miki. Aha. Ezt majd a Miki. Ez pedig a Lámpagyújtogatók. Igen. A Lámpagyújtogatók című film. Igen. Nagy vonalakban annyit lehet róla tudni, hogy így az egésznek a mottoja az az, hogy mit üzenni a földön kívülieknek a világunkról. Mi az a pozitívum, az a elengedhetetlen mag, amit mondjuk egy idegen civilizációnak üzennél. Az is kérdés, mondjuk én elgondolkodtam, hogy milyen nyelven, tehát én leírom hát magyarul, vagy angolul. Vagy... Hát ez az. Hát igen, és ha minden igaz, akkor ott lesz ez a zene, és abban a kis, nem is tudom, kapszulában, amiben majd felrakják a Maszat 2-re. Uh-huh. Ha jól tudom, hát ezt is majd a Miki. Jó, ez azért elég izgalmasan hangzik. Izgalmasan hangzik, abszolút. Most küldtek a Marsra valami magyar verset, arról hallottatok? Nem. Nemrég jött ki a hír, hogy valami verspályázaton egy háromsoros vers került ki, egy magyar lány kapott rá, szem a ötödik legtöbb szavazatot, és ki is küldik a Marsra szintén ezt a verset valamilyen formában. Hát akkor innen is gratulálunk nekik. És ti is mentek utána, vagy legalábbis a dal mindenképpen. Megy majd utána. Én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg nem várok semmit, hanem csak csinálom. Igen. Mert nagyon sok olyan dolog volt, hogy hozzákapcsoltam egy ilyen nagyon magasztos célt, hogy na majd rockstar leszek, na majd ez lesz, na majd az lesz, és valahogy mindig túl magasra raktam a lécet, amit nem bírtam megugrani. És az már nem volt olyan izgalmas, viszont amikor benne vagyok, és csak az utat látom magam alatt, és nem előtt, akkor azok mindig működtek, azok a dolgok. Lehet így általános igazság az életben, de itt a Pillében nagyon érzem, mert tényleg úgy álltam hozzá, hogy jó, van Attika, hozd a zenédet, nyomunk rá pár izét, nye, gitárt, és akkor majd az jó lesz. És jó is lett. És valahogy ez annyira gyorsan elindult, hogy nem volt időm felfogni azt, hogy te a rádióba játsszák a zenénket, te a Takács Eszter az énekesnőnk, te itt a Lámpagyújtogatók, és mi van? És még most is csak így ülök, azt
itt ülök, és rádióinterjúban vagyok ezzel a zenekarral kapcsolatban. Zseniális érzés, nagyon komoly. Nem merem fölfogni igazából. Ez egy nagyon jó dolog, mert nem vártam semmit. Úgyhogy próbálom ezt így megtartani, hogy egyszerűen sodródni ezzel az egésszel, és jöjjön, aminek jönnie kell. Akkor jöjjön pár konkrétum most, hogy mégis 2013 őszére mik azok, amik már biztosak? Az, hogy Takács össze reppelni fog, az egészen biztos. Igen? Azt a mindenit, és ezt így a végére tartogatod a beszélgetésnek. Az adulász. Majd ezt a bővenben. Kipróbáltuk. Hát ugye erről beszéltem, hogy egy kicsit szélsőségesebb műfajokba próbáljuk őt is elvinni, és olyan ritmusokat, dallamokat adunk így a... Nem is tudom, ilyeneket tolunk az arcába, meglátjuk, hogy hogy reagálja le, és most így az első kirándulást egész könnyen vette. Bár így a Zsolt barátja az elég sokat cikiszta, hogy nem akartok egy hivatásos rappert inkább megkérni. Úgyhogy végülis mind a kettő lett a dologból. Megkértünk egy rappert is, és megkértük az Esztert is, és hogy ketten egész jó kiegészítik egymást. És ki a rapper, azt lehet tudni? A Funkstar zenekarból Bad Joe, aki itt a Klassz FM hallgatók számára is ismert lehet szerintem, hogy korábban ment egy számuk, a Csak a Zene Van, meg talán majd még fog is menni. Onnan a srác, végül is a frontember. Szintén kollégánk. Szintén kollega, igen, egész közel volt így ennyire. Hát akkor nem kellett messzire menni. Nem. Általában azokat a helyzeteket keressük, amik magától adódó. Ne lusta vagy, ezt már mondtad. Persze, igen. Hát remélem, lusta, de céltudatos. Lusta, de céltudatos. Remélem, hogy azért arra nem leszel, hogy találkozunk még itt a mikrofonnál. Nem. És beszélgessünk majd. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és várjuk akkor az újabb és újabb kísérleteket és jó dalokat. Köszönjük szépen. Elköszönök a Pillétől, azaz Hosszú Attilától és Fodor Dávidtól, és pontosan 7:30 van, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy Linának adjam át a szót, aki szeretné elmondani, hogy mi minden történt az elmúlt 24 órában, hát akkor rajta. A legfrissebbek a Klassz FM-en.